Thank you.
Ki volt az? Látogató, drágám, de a nővér majd intézkedik. És megmondta, hogy ki az? Egy régi barátnőt Belville-ből, valami... Toanett? Toan. A jó öreg Toan. Na hát... Hol van? Hívd ide, Toan! A nővér már elküldte. Toan! Drágám! Értem már el! Edith! Edith! Hol vagy? Menjen itt. Már innen! Te vagy. De ki a lófasz lenne? Mi nem haltam meg. Na, mutasd magad, hadd nézzelek. Ó, de meghisztál. De hogy kerülsz ide? Vonatom. Gyere! Teó, na mit szólsz hozzá? Hallottam, hogy megint félhez mentél. Te beszélj már össze-vissza, mit szólsz hozzá? Hát, egy kicsit fiatal. Ki hinné, hogy valamikor kurva voltál Belville-ben? Edith, ne! A francba! Sose volt humorérzéket. Hozzál valamit inni neki, Teó! Te még mindig iszol? Csak bort! Viszkit hoz neki, azt iszik. Te! Hány éves? Ne aggódj, már nagykorú. De nem csináltok semmit. Bár... Sose lehet tudni. De jó, hogy eljöttél. Felvidd itt az a buta öreg képet. A vén embered mit szólt ahhoz, hogy ide jössz? Nem mondtam meg neki, tudod milyen? Nem tudja megbocsátani, hogy nem vetted meg annak idején azt a boltot. Mi a francból vettem volna meg? Sose tudtam takarékoskodni. Azért mi ketten párszor jól kiköltekeztünk, nem igaz? Emlékszel, amikor elmentünk Coco Chanelhez, és mindenből kettőt vettünk? Na, azt a számlát se fizettem ki soha. Rágyújthatok? A dohányzás árt az egészségnek. Azt írja az újság. Hölgyem, ma meghalni is csak egyszer lehet. Bocs. Hát te semmit sem változtál. Ugyanolyan tapintatos vagy, mint voltál. Edith, te nem iszol? Edith éppen diétázik. Tényleg? Pedig hoztam ám neked almát. Mesélhetnénk Teónak mitován. Valamikor együtt léptünk fel egy mulatóban. Én elől énekeltem, ő meg hátul kefélt. Hát valamiből meg kellett élnünk. A zenéért meg nem fizetett senki. Te emlékszel Milánóra? Milyen Milánóra? Sose jöttél el Milánóba. Hogy nem ment? Mondom, hogy nem voltál Milánóban. Na nézd, hát együtt laktunk. Hát nem hogy voltál, hogy sosem volt. Drágám, nem. Jó, rendben van, akkor emlékszem. Na mondd el neki tovább. Megismerkedtük egy csomó kínai akrobatával. Annyian voltak, mint az oroszok. Aztán meghívtuk őket a szállodába, ahol laktunk. Az aranyhalakat mesélt. Jó van, hát azt mesélem. Volt a szálloda előcsarnokában egy szökőkút. Betereltük a kínaiakat, azok meg szépen összefogdosták az aranyhalakat a cipőjükbe. Aztán meg kimentük a konyhába és megsütöttük őket. Aranyhal, pirítóson. Meg spagettibe. A spagetti, ez a tényleg túlzás volt. Na most csak arra nem emlékszem, hogy utána mit csináltunk. Ja, utána te megpróbáltad felvágni az ereidet. Apám, micsoda vérfürdő volt ott. Én meg úgy becsináltam, hogy a végén tényleg majdnem elpatkoltál. Kár, hogy nem hagytad. Drágám, ne, kérlek, ne. Igazad van. Akkor sose ismertelek volna meg. Mindig ilyeneket csinált. Aztán persze kirúgtak bennünket a szállodából. Na, hozzon már még egyet. Csodálatos fiú. Őt nem érdemlem meg. Na, folytass! Folytass tovább! Te! A legkisebbik lányom, Zsanin. Nagyon szépen táncol. Be is irattuk egy tánciskolába. Hát,
Azt nem tudom, hogy meddig tudjuk fizetni, de... Tudod, azért jó lenne, ha lenne belőle valami. Drágám, nem szeretnél aludni menni? Nem, nem, folytassátok. Folytass, Toán! Te! Emlékszel a fricekre a háborúban? Képzeld, az egyik meglátogatott. Te! Én alig hittem a szememnek, és tele volt dohánnyal. A háborúban ugyanis letartóztattak bennünket. Én a mai napig nem tudom, hogy úsztuk meg, ugyanis Edith üzeneteket mi be a fogolytáborba a mieink meg. Egyébként hogy van? Edith! 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 Hölgyeim és uraim, egy megrendítő hírt kell közölnöm önökkel. Ma, 1963. október 10-én Edith Piaf meghalt. Gyújtottam én minden emlék tüzén, érts sok bánat öröm, ágyű megköszönöm, régi szerelmekért, sírni ugyan mit ér, mindent, ha kell, előről kezdek el. Semmi. Nyugalom, fiam, nyugalom! Ja, vagy úgy. Állok rendelkezésére. Minden kérése parancs. Ha nekem üzen, hogy ma erre jön, leborotválom a lábamat. Érdekel is engem a te lábad. Honnan vetted ezt a nagy hangodat? Valahogy csak túl kell üvöltenem az utcazajt. Mióta énekelsz? Néhány perce. Begy szó. Elképesztő. Mi, egyszer már bocsánatot kértem, nem? Na gyere! Hajde!
Mert teljesen ki vagyok. Az Isten, mi bajod van? Az a szemét kiküldött arra a rohadt utcasarokra. Szarrá ment az összes tyúkszemem, és összesen a két palit össze tudtam magamnak szedni hajnalig. De hát én szétverem a pofáját, ha nem rak át valami jobb körzetbe. Te képzeld el, hogy mi történt velem. Annak ki a szemétnek, annak persze megvannak a maga kis kedvenceit. Azt hiszi, hogy hülye vagyok, és nem veszem észre. Te ezt az életben nem fogod elhinni. Az a dagadtelen, az bezzeg. Ott melengedte azt a mérhetetlen nagy vallagát abban a jó meleg kávéházba. Engem, meg kiküld arra a rohadt szemét utcasarokra. Oda jött egy pasi. Mi van? Ez az életem nagy lehetősége, de pont úgy, mint a mozikban. De megbudjon te. Nem érted? Oda jött egy pasi. Te. Emlékszel rá, hogy mit mondott nekem a jósnő? Jaj, te tényleg megbudjam te. Mondd hogy nem emlékszel. Szóval képzeld, állok a zsörniz előtt, és énekelek. Énekes. Jó van, csak úgy hülyéskedésből. Már kezdek belejönni, amikorra odajött. Írtóra elegáns, cilinder, meg ez is bot, meg sál, meg minden. És amire magamhoz térek, már behív. A fenébe. Dehogy a klubba. Tovább ilyet az életedben nem láttál, ott volt asztal, meg váza, meg terítő. És én ott ehettem, ihattam volna, amennyit csak akartam volna. Biztosan valami hülye perverz. Te, hogy ki lehetett éhezve? Te gyere, nézd már meg, nincs nekem lapos tetű? Á, nincs. Hát én nem tudom, pedig baromira viszket. Szóval, azt mondja, érted, azt mondja, hogy szeretném, ha énekelnél a klubomba. Na ehhez mit szólsz? Megint rosszat álmodtam. Nem álmodtam, ez igaz. Edith! Nem mondom, hogy szép, meg fiatal, én semmi ilyet nem mondom. Jaj, te biztosan megint leestél a lépcsőn, és jó bevetted a fejedet. És bárnak, hogy azt mondta nekem, hogy szeretném, ha énekelnél a műsoromba, a Zsörnisz klubba. Ahová a gazdagok járnak. Na ne, hülyeskedj! Ezt honnan szedted? Ezt ő adta. A semmiért, Isten bizony. Hú, a rohadt életbe te itt bűzlik valami. Na ide figyelj, én a te helyedbe kiszállnék. Na, biztosan van neki valami új üzlet, aztán új spinéket keres. Hát a kicsikre bukik. Na. Persze. Azért keres kicsi nőket, mert kicsi van neki. Te hülye, te hülye. Na fogd be a szád, jó? Az meg nagy lesz. Adjál rám már valamit. Mindezt az öltöztet. Tuán, figyelj ide rám, de ne kezdj rögtön röhögni. De hogy kezdök? Azt mondta nekem, hogy fürödjek meg, meg mossam meg a hajamat. Ez jó. Na gyere ide, legalább megfésülnek. Jaj, Jézusom, mit csinálsz velem? Miért? Hát jól akarsz kinézni, nem? Szeretek. Jaj, de ronda vagy. Dehogy vagy ronda, nagyon jól áll. Tuán, figyelj már. Add kölcsön a ridikülödet. Nem. Tovább kérlek. Nem. Tovább. Az Istenit neki, hogy mindennel nekem kell ellátni. Ne. Jaj. Te. Aztán vigyázz magadra, te idióta. Most, ha nem lapos tető, akkor mi a bánatos pagyar? Edigasszion! Ari! Jaj, de helyes ez! Edigasszion! Valami érdekesebb név kéne. Mit is mondtál rá az előbb? Fióka, kölyök, valami ilyesmi. A verém fióka. Gondolod? Valami egzotikusabb név úgy illene rá, mint tehénre a gatya. Ja. Most kiről van szó? Kis veréb. La Montpia. A veréb fióka. Piaf. 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 Milyen név az, hogy Piaf? Az Edith Gassionnál jobb. Egy ilyen névvel nem léphetsz fel, fiam. Nem? Jó, akkor legyek Zozi Eliotrop, vagy... Piaf. Vagy Desiree de la Renta. Piaf. Akkor mi Lola Dessol. Piaf. Piaf, Piaf. No, francot kezdek ilyen hülye névvel, hogy nem Piaf. Csinálsz semmit, csak énekelsz. Énekel egyet Carment vagy? Nem.
sarkon, szép, mint egy kirakat. Van vendég télen-nyáron, ki harisnya pénzt ad. A munkájának vége a saját útján jár. Nem! Nem, fiam! Ugyanúgy énekelje, hogy az utcán. Légy közönséges! Az utca lánya sarkon, szép, mint egy kirakat. Van vendég télen-nyáron, ki harisnya pénzt ad. A munkájának vége a saját útján jár. Hol álmodozhat végre egy külvárosi bár. A fiúja nagy művész, egy vidám kis regény, ki harmonikán művész, és csak néki zenél. Ő csak hallgatja ezt, soha táncba nem tesz, csak rá légy, nem rem, csendőt után. Szene szerelmes, elvesi a hangszeren, ilyen dallon kér újjai nyomát. Ugyan a szene ráhúzik merre alá, hát a dallalra mind kivek komol. Egész lége csak pár szinte szíve megáll, mint a szene nagyon szomorú, mert harcba ment egy napon a muzsikus fiú. A harcból, hogyha megtér, övék lesz a kis bár. Ő lesz a kassza tündér, a fiú a király. Oly jó lesz így az élet, oly sok szépet kínál. A fiú, ez a lényeg, csak néki muzsikál. Száll a képzelete, hogy az utca zene, itt a fiúkos ebből lett vidám. Szeme szerelmes, edeles, jó hangszeren, milyen dallam kél újjai nyomát. Úgy hat a zene lehúzik bőre alá, hát az okokra mind ki megkomol. Egész lénye csak pár szinte szíve megáll, mint a zene már. Egyedül maradt. A lányok folyton húzzák, nem jönnek férfiak. Már semmihez sincs kedve, ő vissza sose tér. A szép álomnak vége, az élet mit sem ér. De vonszolja a lába, hol áll a régi ház. És más játszik a bárban, egy más harmonikát. Ő csak hallgatja ezt, ő csak figyeli ezt, csupa tartja szemét, hallja ezt a zenét. Mi van, jól? Éhes vagy? Mint a farkas. Jaj.
a szemét. Mi ez? Jó, csak... Hát mi ez? Ezt csomagolják be, aztán én majd elviszem a továbbnak, jó? Hé, mi van? Te meg minek örülsz, mi? Az a kézmosó, te hülye! Abban kell megmosnod a mocskos kezed. És akkor hol a szappad, mi? Á, okos faszi! Megnézted, ahogy vedelek? Nézd meg, ahogy üritek, hú! Hát te? Azt hittem, hazamentél, mit akarsz? Hát semmi, csak itt magát várom. Minek? Na mindegy, menjünk. Fáradt vagyok, hosszú napom volt. Nekem mindegy, maga tudja. Mit beszélsz? Hát én azt hittem, hogy maga... Hát, hogy azt akarja. De végül is fölléptet itt a bárba. Én csak azt akarom mondani, hogy részemről semmi akadálya. Minek? Nézze, én tudom, hogy mindenért fizetni kell. A kasszírozni akar, csak tessék. Nekem ez semmibe van. Értem. Készen vagy, szívem? Szívem. Amint látod, hiába fáradtál. Ó, de melegem. Na. Hát miért nem mondta mindjárt? Mit gondolsz? A közönségnek tetszett. Legalább túl harsogja az evőeszközök csörömpölését. Az anyja szem. Jaj! És homok! És tengel! Jaj! És homok! Jaj, de jó! És nap is homok! Edi, szöcs, már hát zeng az egész utca! Jaj! A papa meg már örüljön, mert már rég ott kéne lenne! Tohám, vedd át, légy szíves! De hülye vagy ingyen? Tohám, gyere, már teljesen ki vagyok készülve, az Isten áldjon meg! Na jó, rendben van, de nem ám ingyen. Régionárius. Igen? Merre mondtad? Na, gyere, szép fiú. Mária. Jaj! Nap és homok. Te! Ennek most mi baja van? Mi? Hát Argírban állomásozom. Ja, aha. És tenger is, homok is, somok is, tenger is. Na figyelj már egy kicsit, várjál már! Nyugodj meg egy kicsit. Figyelj, nem lenne jobb, ha lefeküdnénk? Te, szarrá ment az összes tyúk szemem, tudom. Na jó, tudom, tenger és homok. És legyen! Jaj, igen, már megint elkéstél. Lassan, kicsit fáj a fejem. Na. Én tudom, hogy mi bajod van, ha... Jobból is megártasom. Ne bizalmaskodj te! Te, csibész. Ha azt akarod, hogy legyen belőled valami, muszáj lehiggadnod. Nem leszek melletted örökké. Mi, hova mész? Nem tudom, csak kicsit furcsán érzem magam egy-két napja. Igen, és én higgadjak le, mi? Bagoly mondja a verémnek. Mondd, szoktál te rosszat álmodni? Nem. Tegnap furcsát álmodtam. Az anyámat láttam. Hívott magához. Neked mákod van. Az én anyám az csak rám pillantott, aztán fölszívódott egy életre. Nincs senkit. Na és? Egyszer volt egy kislányom. Neked? A szarháziak. Ki? Még csak nem is szóltak, az a házaspár, akik nevelték. Az utcán tudtam meg, apám, hogy beteg a gyerekem. Hát én még azon a héten oda mentem, akkor azt mondták, jaj, nem alkalmas, nem lehet megnézni, különben is meghalt az a gyerek. Ne, nekem aztán mondtattak, amit akartak. Még az lett, apám, hogy úgy összeverekedtünk. Te tudtad azt, hogy a halottak megmerevednek? A végén a padlón csúszkált, érted, mint egy fabáb. Mintha egy fabábbal fociztunk volna. Pedig én nem akartam semmi rosszat. Én csak egy tincset akartam a hajába. Emléknek. Jack! Na, hívd ide! Hé, papa! Gyere és így áll velünk! Jack! Edi! Na, ez meg a kis Louis. Mit szólsz a kis Louishoz? Edittel hozatok nektek italt.
Nem ér rá, mert számolja a bevételt, mi? Hogy mit csinálok, az az én dolgom. Biztos teli van dohánnyal. Igen, ez a közhiedelem. Hé! Hé, ha hallottátok a viccet a Paliról, akinek bekrepált a farka? Pali bemegy a gyógyszertárba, az a gyógyszerész úr, kérem, bekrepált a farkam. Hé, figyeljetek már ide! Azt mondja a gyógyszerész, bassza meg ember! Nem látja, hogy az üzlet tele van hölgyekkel? Tönkre akar engem tenni? Na vegyem be ebből naponta hármat, és ha valami gáz van, akkor jöjjön vissza, de azt mondja, hogy a könyökével van valami baj. Na, a madár persze visszajön. És akkor azt mondja a gyógyszerész neki, na uram, hogy van a könyöke? A könyököm az még csak rendben lenne, csak nem tudok vele pisálni. Jó, mi? Ez a beszarás, hogy valaki a könyökével akar pisálni. Ezt jól elpuskáztad. Én? Na jó, akkor ki vele, hol tartja? Mit? A pénz, te hülye, a pénzes dobozát. Edith, figyelj! Mi lenne, ha mi most lelépnénk egy kicsit? Majd a számom után, jó? Szegény kis Louis, ő meg lemaradt egy szép estéről. Miatta. A szobájában tartja a dohányt? A kis Louis most szépen felmegy a papához. Sosem lehet tudni. Hát, ha összejön. Na, hát, ha. Hol van a szép, te hülye kurva? Edith, te jössz! Gassionak itt úgy ismernek, Le Monpia. Mit akar tőlem? Nem csináltam semmit. Lakása? Nincs. Nincs állandó lakása. Nem csináltam semmit. Milyen szerepet játszott? Mit csináltam? Milyen szerepet játszott a löplégben? Jó Istenem, én nem csináltam semmit. Neve? Úristen. Adok magának egy jó tanácsot. Jobb, ha együtt működik. Értse már meg, hogy én nem csináltam semmit. Azért vagyok itt, hogy ezt kiderítsen. Apja foglalkozása? Utcai akrobata. Ja, meg üzletemben. Milyen kapcsolat fűzte az elhunythoz? Akihez? Louis Löpléhez. Hát az nem volt az én rokonom. Az egy nagy menő volt. Löplével volt azon az éjszakán, amikor meggyilkolták? Nem, csak én voltak ott mások is. Igen, a maga barátait is beleértve. Van, ott volt egy-két haverom, na? Ezek annak a listán, látták magukat együtt. Jóban, szórakoztunk egy kicsit. Kitervelték, hogy kirabolják a jótevőjét, Louis Löplét. Nem. Megmondta nekik, hol tartja a pénzt? Hát a szobájában. Megmondta nekik. Megkérdezték. Edith Gassion, még egyszer, utoljára megkérdezem, milyen szerepet játszott a Löplé ügyben? Én nem csináltam sem! Ő a jótevőm volt. Én tőle kaptam az életem nagy lehetőségét. Én soha nem akartam volna őt megölni. Én nem csináltam semmit! Én nem csináltam semmit! Arca csupa vér. Minden csupa vér, de én nem csináltam semmit. Micsoda gyalázat. Jaj. Micsoda gyalázat. Edith! Edith! Híres lettél! Mi van? Ő? Aha, mi van? Atyaisten, na mindegy. Szóval figyelj ide, fiam, ma este vendégfellépésed van a Chat-Noir klubban, Vili. Na mutasd meg neki azt a cikket az újságban, hogy hogy éltél a papával, menázs, atroá, te ezek buknak az ilyesmire. Ott van, né, olvasd. Na. Rangóztam Adolf Hitlerrel, de a Göring lekért.
Engem? Nem az, te hülye! Itt azt mondja, klubénekesnő, gangster gyilkosság gyanúsítottja. Ezek azt hiszik, hogy te csináltad ki, érted? Nem tudják bizonyítani, így aztán minden rendben van. Na, itt írd alá, gyerünk, gyerünk, nem érek egész nap. Na most akkor miről beszélünk? Írd már alá, ne vatakolj annyit! Hey, maga, menjen innen a front! Na ide figyelj, te kosznadék! Te pénz vagy! És amíg pénzt érsz, addig azt teszed, amit én mondok, világos? Igen, ki mondja ezt neked? Jó, hát tudom. Na, itt van 500, vegyél ruhákat. Azt akarom, hogy ma finom légy és elegáns. Ja? Ettől meg szabadulj meg! Ezt hogy érti maga, idióta? Hát társak vagyunk! És különben is hol az az 50-es, amit ígér? Te! Az anyja szemmi! Te, ezt most miért csinálod? Hívjunk már le, mielőtt kihozanodik. Na ide figyelj! Ide, normális vagy te? Mindjárt visszajön a zsarukkal. Egy frászt jön vissza, ez neked dolgozik. Mit? Hát ő az ügynököd. A micsodám? Na jó van, ezt ő mondta. Aztán persze majd, ha rájön, hogy milyen szarul énekel, ezt úgyis ott hagyja szarba. Na de addig öregem, addig bevásárolhat. Te, ez egy kasszafúró, azóta már én lesittelték. Frász, te ide figyelj, nekem fizetett egy konyakot a semmiért. Benne vagy az újságban, híres lettél, Edith. Ja, azt mondod? Azt hát. Bánom én. Köszi. Veszek magamnak egy fekete szoknyát, meg egy blúzt. Nem, 7-8 szép blúzt. Meg cipő. Krokodil cipő, 10 centis sarok. Jaj, te úristen. A vendégek is jönnek, ahogy is kellem sok minden. Szóda szifon, jeges vödör. Cocktail sandwich? Micsoda? Cocktail sandwich. Cocktail sandwich. És ezt hol lehet kapni? Azt nem tudom, de megveszünk. Meg kiveszünk egy szobát fürdőszobával. Igazi szappannal, meg törölközővel. Jaj, meg vécepapírral. Jaj, meg bidével. Meg mivel? Bidével, akkor nem kell annyi vécepapírt elökött. Oh, te úristen! Na most megfogtuk az Isten lábát. Hát meg. Te. Együtt maradhatunk? Hát persze. A rohadt életben azért tudod, nem gondoltam volna, hogy te csak itt jössz, mész, aztán egyszer csak ilyen híres leszel. Hát te találtad meg. Együtt kezdtük, és együtt folytatjuk. De a sírig. Jaj, te! Kesztyű. Kesztyű? Persze, hát arra is szükséged lesz. Kesztyű? Mi a franznak nekem kesztyű? Mit tudom én, hát. Kesztyű. Az kidobott pénz. Jó, csak nem azt akarod mondani, hogy ezen túl kesztyűs kézzel fogod meg. Ja, jó van, ne legyél, mi van, ne legyél, mert... előkelősködni akarsz még? Kesztyű. Hát nekem például leginkább ruha kéne. Az. Hát én már tudom, ezen túl te nekem fogsz dolgozni. Én? A francnak nekem kesztyű. Helyes. És lesz majd rendes bútorunk is. Mm. Kanapé, meg ékszekrény, meg frigider. Frigider. Meg telefon. Meg telefon. Meg bárszékek. Jaj, puha párnával. Puha párnával. Elefánt heréből. Fúj, miből? Elefánt heréből. Mi, ez a divat? Azt nem tudom, de abból csinálják. Ja, te úristen. Te belegondoltál, hogy ezentúl válogathatunk a pasasok között. Na és? Megveszem magamnak azt a fekete srácot a lakatos műhelyből. Veszek neki egy kék öltönyt, egy manzsetta gombot, meg egy teveszőr kabátot. Te meg találhatnál neki két lányt, hogy legyen miből megélnie. Ja. Na jó. Meg megkapod a kit? Nagy Louis-t. Az nem férfi. Az már a King Kong! Jaj, de én azért olyan furán érzem magam. Thank you.
Isten, mi bajod van? Oj, te szarul vagyok, te! Egy teli kalicka papagá ellen nagyon romba. Jaj! Jaj, te! Láttad? Ez Paul, ez egy úri fiú. Isten, milyen szép szeme van, mint egy kosár kéki bolya. Jaj, de szarul vagyok! Az Istenit! Te mindent el tudsz rontani. Vettél repülősót? Hát, elfelejtettem. Nézd már meg, hogy mi van itt. Kétszer összenyomott zsitán egy doboz kekszed, már össze magad. Mert nem mondhatom, hogy olyan stílusosan élünk. Vettél sós magyarót? A frászt azt is elfelejtettem. Te vagy itt a háziasszony a kurva életben. Bizonyos teendőket most már muszáj nekem lerakni. Tudod, én most már nem csinálhatok mindent egyedül. Jó van, már ne haragudj, de nagyon szarul vagyok. Nem haragszom, én csak figyelj ide addig, amíg szépen beszélek veled. Egész állónap heverészel, csokoládét zabálsz és bagózol. Jó van, mondtam már, hogy ne haragudj! Nem haragszom, csak figyelj! Az élet az nem csupa csokoládé, meg gerinkőper. Mi van? Illetve... csak akkor csupa csokoládé, meg... Gary Cooper, mármint az élet, ha megdolgozol, érted a nyomás? Hogy az Istenbe kerültem a kezdődőt? Piaf! Na mi van? Tudod, hogy mennyire utálok a nyilvános helyen fogdosok. De azt szereted, ahogy énekelek, ugye? Szerintem egy kicsit azt is eltúlzom. Én soha. Piaf. A magánéleted a magánéleted, ne keverd össze az énekléssel. Tehát itt már mindenki tud rólunk. Imádják, amikor neked énekelek. Te, a turnén minden éjjel elélveztem, mert rólad Piaf. Álmodtam. Láttam, aki az Istenit! Neked semmi se jó. Sokkal jobb volt nekem Toánnal meg a fiúkkal. Nem muszáj a csatornában maradni csak azért, mert ott születtél. Jó, de nem találom a helyemet. Én igazán mindent megpróbálok, én igyekszem urinőhöz illően viselkedni, de hát nem haragudj rám szerelme. Végül is nem szerződtetnek akárkit. A rádióba? Te piszok, te szemét, mi van? Nem szólsz, csak mész, aztán elintézed, hogy én énekelhetek a rádióban. Piaf! A rádióban. Ma Párizs hív a szerelmek városa. Házszökünk a éjjel, egy kicsi szoba vár rám. Ha bárki szólna, ne hallgass már oda. S úgy csak hozzám, súg meg a valami bánt. A zajna partján lenn. Most jövünk rá, hogy ez volt a vágyunk már rég. A Luxemburg kertben, a kezed kezemben, és kózzám ketten, a kózzám
Hölgyeim és uraim! Hölgyeim és uraim! El kell mondanom, kitört a háború! Hölgyeim és uraim! A rohadt fricce! Csupa puha barkú, nekem elvihetik! Hölgyeim és uraim, történelmünk ezen ünnepélyes pillanatát! Ja, és kefélés közben magukba szállom, hogy átszvágy! Történelmünk ezen ünnepélyes pillanatát! Hát, de majd is egybe szúrjuk őket! Egyben, nem érted a kurva életbe! Nézzük, te ott a román király, bazd meg! Bassza meg! Himnusz! Szennyes inglapul csupán, ma még messze hív az ár. Háborúba, háborúba, egy lány hűszerelme vár, mégis el kell menned már. A nyár napsütést ígér, ám ha jő a szél, hűvös lesz a táj. Sok láb egy ütemre lép, mint ezernyi gép, már halálka száll. Ma még kell az ifjú vér, háborúba, háborúba, a szív csak csodát remél, míg a pergő dob zenél. A hadsereg, ha indulásra kész, a fegyverekre dalsvirág vigyáz, a visszatérve tested még egész, csak jó szerencse volt és semmi más, csak jó szerencse volt és semmi más, csak jó szerencse volt és semmi más. Nem tud elélvezni, mert nem elég nagy a csöcsöm. Na most, ha elég nagy lenne a csöcsöm, akkor bármikor el tudna élvezni. Rocky! Fura, de valahogy kedvelem. Pedig tudod, hogy idáig csak a nagylábú férfiakat szerettem. Ennek meg hát mit mondjak. Te! Ez igazi viszki, hol szerezted? Na, mi van? Ünneplünk valamit? Biztosan valakinek a születésnapja van fenn az emeletem. Mi? Nem, ennek semmi köze sem a mádámhoz, sem a lányokhoz. Kérlek, hogy fogd be a szád, és ne cirkuszolj! Vite? Ó, már nem tudtam, mi a szarnak kellek én ide. Fräulein Piaf! Ön gut zingeri. Fabelhaft! Erste klasse. Első osztály. Láttuk mi Amsterdam. 37. 37. Ó, mi a szar? Szar! Nagyon sajnáljuk. Nagyon sajnáljuk. De nagyon sajnáljuk, hogy nem tudjuk megkínálni önöket. Nincs semmi. Fasz! Éhesek vagyunk. Herej! Kopog a szemünk az éhségtől. Igen, nagyon kevés az utánpotlás. Nekünk is levágták. Adagunkat. Mi maguk nem a hadtápnál vannak? Fasz! Maguk ketten nem a hadtápnál vannak? Ó, a rohadt élet. Az a motto, haver, hogy mi egyformán osztozunk. Azt hol ez, Herbert? Zíj, viszont az Herbert, de ez a bindult, hogy valamit eszteszni kép! Teufel, na gut hin die Dose. Das hab ich ganz vergessen. Essen. Vergessen. Elfelejtettem. Herbert! Te vagyod ez? Es ist schon gut, ja? Ja.
ihr bekommt sofort was, ja? Ja. Du bist ganz verrückt. Warum hast du alles hierher gebracht? Gut. Gut. Sehr gut, Kompott. Mi van? Mi van, fiú? Mi lenne, ha felmennétek az emeletre? A Mádám és a lányok alig várják már, hogy elszólok. Ezt a sorok mellett, na gyerke! Ja, na Ábermi, azt hitte. Azt hitte? Mit hitte? Na mit hitte? A barátnőm meg én, mi nem vagyunk kurvák. Nein, wir keine kurve, eh? Mi csak azért lakunk itt, mert a banya időnként szenet, meg élelmiszert szerez a Fritzek. Fritz! De hát a hős szövetségesektől. És így nekünk nem fagy be a szaros seggünk. Ja, itt estél. Arra felé, mondom, hogy a hangja arra felé. Oda. Hopp, tipp, oda estek! Mi van, most nem kell vigyázni a beteg gyomrot? Hát, hogy szipar az diétes, és... Kiküldjétek fel azt a két rohadt Fritzet! Ó, a rohadt életbe. Hát elfelejtettem, hogy hétfő van. Na ez. A hétfőn a banya ingyen engedi be az ellenállókat. Ja. De a többiekkel mi lett? Kiugráltak az ablakon, remélem, hogy nem szakadt be az üvegtető. Beszakadt a saros életben. Einstein hozzád képest egy nulla. Na bocsánat, mi van? Nem kell ennek a képe? Milyen kép? Ja, de igen. Róla meg a fiúkról a fogolytáborból. Rezgett a léc, mert a táborparancsok már gyanút fogott. Tessék. Azt mondd meg neki, hogy hova dugtuk a filmet. Tohán ne komolytalankodj. Miért? Nagyon jó hely van már. Gyerekek, ezek szart sem érnek. Miért is? Hát itt mindenki mosolyog. Nem igaz, nekünk még szomorú képek kellenek. Szólj az ügynöködnek, hogy szervezzen egy másik turnét. Az áborparancsnok szerencsére nem sejt semmit. Sok képet akarok a fiúkról. És közelieket. Aha. Félmillió francia ül a drótkerítések mögött, hogy a francba szöktessem ki őket papírok nélkül. Hol van, már tudom. Jaj, gyerekek, ne szórakozzatok, itt emberéletről van szó. Tudom. Épp elég megalázó, hogy így kell megnyerni a háborút, nem igaz? Hát ha egyszer enni kell. Na jó. Adjö. Josh? Ez mit el a fiúknak? Aha. Nyerni sokféleképpen lehet, haver. Halára kell féled valamennyit? Ja. Az jó. Az jó. Te hülye vagy, most odaadtad neki az egészet? Halló, gyönyörűségeim! Elszórakoztattam, mi? Kapd be. Hallottad, nem? Hús nagy kereskedő vagyok, gyönyörűm. Hát csak nem azt akarod mondani, hogy elküldesz egy ilyen helyes fiút, aki ráadásul a húsz szakmában dolgozik. Házi. Hát, nekem már úgyis mennem kell. Meg aztán hazafiak vagyunk, vagy mi a szar. Komolyan mondom, hogy mire nem vagy képes egy kis belsőségért, ha... Na. Mi van? Mit akarsz? Ide figyelj. Arra gondoltam, hogy ha már úgyis itt vagyok, egy gyors kis numera, mielőtt lelépek. Csak pampopád. A csapatokat valahogy meg kell vigasztalni. Igen, de azt hallottam volna, hogy én nem vagyok elég jó orjány. De én soha az életben nem tudom, ugye? Jaj, édes Isten. Valaki egyszer udvarolna nekem. Ugye pezsgővel, meg virággal, hát, és szállj mele rólam. Ennyi, nem elenyugsz. Hé! Az Edith Piaf vagy, ugye? Hol van? Ja, én! Aha. De hogy? Én csak az Iker testvére. Tényleg? Iltóra hasonlítasz hozzá? Tényleg az Iker? Aha. Te valóban a piát vagy? Azt amiből gondolod? Hát a nevetésedből. Mit csinálsz, öcsi? Kiárási tilalom. Ezeket viszem a pigára. Te normális vagy? Hát begyűjtenek. Engem ugyan nem. Na. Hé, piát! Mi van? Lehetek a menedzsered a háború után? Mi maszkölyök? Értesz egyáltalán valamihez? Én a világon semmihez. Na, akkor ragyogó menedzser lesz belőle. Akkor a háború után találkozunk. Jó, de azt nem tudod, de hogy nálam... Nálam csak bizonyos adottságokkal... Nálam csak bizonyos adottságokkal lehet dolgozni. Adottságokban nincs ilyen. Ja, meg önbizalomban se. Edith, vége a háborúnak! Joán! Joán!
Párizs is a hazám. Itt élek én, ott nevet anyám. Tündérvilág, társam itt a siker. Hazámba már csak a vágy viszel. Nappal úgy elkábít az én szép Párizsom. Ámba jöv az élén hazám. Van két szívem. Ugye furcsa dolog? Ez Párizs írt, az hazám érd a maga. Van két szívem. Ugye? Furcsa dolog. Ez Párizs ért, az hazámért dobog. Elé! Hello! Hello, fiúk! Jó estét! Köszönöm a mai koncertet! Remekül éreztem magam! Ti hogy vagytok? Jól vagytok! Hát látom rajtatok, isten ilyen vagytok! Önök, hölgyeim és uraim! Önök is! Kár, hogy vége ennek a mai estének! Szeretettel látom önöket bármikor! Josephine imádja, ha itt vannak! Szereti! Vigyázzanak, ha hazamennek! Az utakon vigyázzanak! Én rám is vigyázz! Tudják, hogy ki? Guido! A karmester! Veled az élet csodaszép lesz. Veled a boldogság. Veled a kusza ösvény véget érhet. Veled a gyöngyház fényű város vár. Virág veled a fele muere. Ta
Ja. Csodálatos vagy, Cappuccino. Edith! Edith! Gyere ide fel hozzám, gyere! Gyere, te itt vagy! Jaj, de boldog vagyok, hogy látlak! Jaj! Csodálatos vagy, Cappuccino. Csodálatos te vagy. Te vagy a csodálatos. Én nem. Te. Na ezentúl én sem fogok harmadosztályú zenészekkel játszani. Ki ez a fiú, aki ott zongorázik? Guido a karmester. Jaj, de helyes. Nagyon tehetséges, nagyon jó, nagyon helyes. Mindenben nagyon jó. Na, hogy ment a turné? Remekül rémes volt. Ereszted a cigimet? Elfelejtettem. Mert mondom, hogy szart se érsz. Egész nap a balagadat merezted. Jaj, gyerekek, ne vesznek egy. Mit haszálsz le az életemről, te kivéhet, kurva? Edith! Azért a rohadt életben néha nagyon goromba tudsz lenni. Jújjúj, még neki áll följe. Na, most hülyéskedsz. Mi bajod? Semmi. Te repülnöd kéne a boldogságtól, vége a háborúnak. Turnézol. Van elég tojás? A tojás az van. Hát akkor mi bajod? A fiúk mind hazamentek. Az a csomó belevaló amcsis rác, hát csak a felével feküdtem le. Vigasztalodj! Mész Amerikába, hogy már lefekszel a másik felével. Hallottam, hogy mennyit kapsz a turnéért? Gazdag leszel, baby! Az. Na? És hol van Gerard? Mi van Gerardról? Azt hittem, hogy komolyan jártuk. Jaj, mire jó az? Jaj, ne légy már olyan szló. Gerard jót tesz neked. Sokat vagytok vidéken, nem iszol. Nem te mondtad, hogy jól érzed magad vele? Tudod, hogy van ez? Nem tudom, nem tudom, én egyet tudok, hogy te befutottál, nagy sztár vagy. Gerard, te csak egy kis közönséges herce. Ja, nem illünk össze. Figyelj, amikor először elvittek vacsorázni, be voltam tojva, mert soha nem tudtam, hogy mikor dobnak ki a bőröm színe miatt. Úgyhogy nekem te legyen nehéz gyerekkorod, hallod? Hallom. Államelnök vagy főherceg nem számít. Csak egy számít, hogy férfiak. Volt egy párra dolgom, bébi, nekem elhiheted, és mind csak egyet akart. Az, hogy úgy bánjak velem, de egy közönséges, hétköznapi férfival. Ja, egy baj van veled, Cappuccino. Te mindenkibe csak a jót látod meg. És mi ebben a rossz? Edith, ne kéresd magad, Gerard helyes fiú. Szépen hozzámész, feleség. Te láttad a vidéki házát? Ősei kastélye? Hát persze. És tudod, mit csinál reggel, amikor ott vagyunk? Mit? Lezuhanyozik. Na nem mond. Az inak behozza a pezsgőt meg a vadpástétomot. Na persze, mert a rang kötelez. És akkor megborotválkozik, felvesz egy gyönyörű öltöny, lemegy a nappaliba, ahol az a csodálatosan szép perzsaszőnyeg van. Igen. És akkor csenget, na akkor bejövök én, szobalánynak öltözve, deréki ki van gombolva a blúzom. De én imádom az ilyen erotikus játékokat. Kávéval kínálom, meissen-i porcelánból. Megissza aztán. Aztán? Aztán legugol és a szőnyeget csinál. Na te most viccelsz vele? És aztán? És aztán bejön a kertész és föltakarítja azt. Jézus Mária. Egész nap térdel. És te? Én nem. Térdel és imádkozik. A szobalányok meg körbe takarítják, mint ahogy se lenne. De. Lehet, hogy ez egy kicsit bolond? Nem. Főleg arra rengeteg pénzre gondolok, amit a tőzsdézéssel keres. Egy baj van, Cappuccino. Nem csípem az arisztokrácia. Hát... Tudod, egyszer megismerkedtem egy gróffal, aztán le is feküdtem vele. És? Másnap kiderült róla, hogy bíró. Na és? Lesittelt 40 napra. Jól van, baby, jól tetted, hogy visszaadtad Gerardnak a gyűrűjét, majd megtanulja, hogy mire való az angol WC. Na, mi a szarról beszéltek? Csak is egyedül vagyok. Ugyan, drága? Kinek kell folyton férfi? Nekem. Mi a francnak? De férfi nélkül nem természetes. Árt a májna. Edith, nem elég a karriered? Nem. Nekem muszáj szerelmesnek lennem. Ha én nem vagyok szerelmes, akkor mit ér az egész? Mi értelme van az egész? Értem, szóval itt van a kutyállásra. Oh. Ebben az esetben azonban tennem kell, érted, valami fakar? Na, na, megoldom én azt egész. Nem, 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 nem. Ezt most én intézem. Na figyelj, megkapod az igazit, egy igazi 100%-os férfit, aki még ráadásul ember is. És nekem elhiheted, hogy ebből kevés szaladgálat. Igen, ki az, mit csinál, hol lakik, hány éves, mi a neve? Marcel. Marcel? Miféle? Ó, Isten! Cappuccino, te ismered személyesen? Marcel Cerdan, a bajnokot! Edith, most légy jó kis le.
dőlhet fenn a magas ég, leomolhat minden, ami ég. Egy a fontos, hogy te szeress, minden más, csak semmiség. Veled alszom, veled ébredek, testem láng, ha hozzám érkezed. Lehet minden csúf a földön, ha szeretsz, nekem már minden. Ember voltam én, aki él csak könnyedén, vonzott minden csillogás. Hittem, ez lesz végzetem, senki nem segít ezen, soha nem leszek már más. Aztán fordult a világ, hordanék bohóc ruhát, ha te tőlem ilyet kérsz. Lila hajat hordanék, érted, bármit megtennék, bármit, amit tőlem kérsz. Összedőlhet fenn a magas ég, leomolhat minden, ami épp. Egy a fontos, hogy te szeretsz, él velem, várna ránk a kéklő végtelen, mert a földi boldogságtól halhatatlan lesz a szerelem. Kár, hogy nem ismertél fiatal koromban. Gyönyörű, szép kicsi mellem vagy. Miért? Szerintem most is jó. Jó, csak lóg. A fogaim meg már lazulnak. Na mutasd a tiédet. Na mutasd meg. Mutasd meg. Na, hoppá, mutasd. Aladdin barlangja. Egy vagyon van a szádba. Nincs egyetlen évfogad sem már száll. Kilazulnak az ütésektől, többől elruhadnak. De így legalább kivehetem és nem harapom véresre a számot munka közben. Értem. Tudod, én a Lelencben nőttem föl. Azok a szerencsétlen hülye kis kölykek. Mindegyiknek kihúzták a fogait, hogy ne tudjanak egymásba harapni. De soha többet nem tudnak almát enni. Egy bajnok. Jó öklöm van, Edith, semmi több. Nem. Te a legjobb vagy. Tudod, én nagyon sok férfit ismertem, de te egészen más vagy. Amikor elmegyünk vásárolni, akkor mindig a gyerekednek meg a feleségednek veszel először. Nem tudom, miért űröm én ezt. Elvennélek, Edith, ha tehetném, tudod? Nem. Soha nem vennél el feleségül. Te nem hagyod ott a családodat, mert te hűséges vagy. A sérig. Neki se könnyű. Micsoda élet, az folyton otthon ül. Micsoda, csodálatos élete van.
Hát persze az enyém az csodálatosabb, mert te az enyém vagy. Na, ezt én mégiscsak fölvarratom. Nem, ne csináld. Miért? Nem jó az, ha beléd vágnak. Minek kockáztatnál? Mert te is kockáztatsz. Az más, az benne van a pakliba. Persze. Mindenki azt hiszi, szarok az egészre. Mire a fájdalomra? Hogy beverik a képedet? Te, milyen érzés az, amikor kiütnek? Ezt most tőlem kérdezed? Te, tudod, volt egyszer egy menedzsere, akárkivel szemben kiállított, pedig még csak fiatal fiú voltam. Mohó volt, mint mindegyik. A pénzt látott, az arca színe is megváltozott, semmi méltóság nem volt benne. Egyszer feliratott egy meccsre, pedig még zöldfülű voltam. Az öreg edzőm meg olyan volt, mint egy törpe boxerkutya, teljesen megvadult. Szilva lekvára verik az arcát! Hallottam, hogy veszekednek. Ugyan kit érdekel, hogy néz ki, ha bejön a pénz? Ezt felelte neki a menedzserem. Ma csak. De igaza volt, már ami a pénzt illeti. Az ember nem szerelemből csinálja. Végül egészen magára marad. Már úgy értem, a ringben. Értem. Hát nekem nem verik be a képemet, ha csak nincs valami irtózatos nagy pechem. De tudod, minden este az a kén, amikor kiállok oda. Az az út a mikrofonig, az olyan hosszú, mint ha legalábbis Rómáig kellene elmennem. És ha elrontom, akkor nem mondhatom azt, hogy bocsánat, hadd csináljam meg még egyszer. Illetve dehogy is nem. Ez is előfordult már vele. Hányszor van úgy, hogy az ember mindent előről kezdene, csak hogy jó legyen. Értem. Nem lehet? Nem. Persze, hogy nem. A közönség kifizeti a pénzét és haza akar menni. Mi meg közben? És tudod, ha véletlenül jó vagyok, az is borzalmas érzés. Ezt hogy érted? Mert mi van utána? Az ember végül mindig olyan magányos. Nagyon büszke vagyok rád, Edith. Rám? Te találhattál volna szépet, meg fiatalt. Mit akarsz egy ilyen öreg csőlakótól, mint én vagyok? Te csodálatos vagy. Ne menj el, Mász. Muszáj. Akkor kérlek, hogy gyere vissza egy korábbi képbe. Nem lehet. De kérlek. Jól van. Jól van, kicsim. Jövök a korábbi géppel, de csak is a te kedvedért. Hölgyeim és uraim, egy szomorú hírt kell bejelentenem. Marcel Cerdan, nehéz súlyú ex-világbajnokunk, repülőgép szerencsétlenség áldozata lett. Edith Piaf ennek ellenére vállalta a ma esti fellépést. Hölgyeim és uraim, íme Edith Piaf! Marcel Cerdannak, és csak neki éneklek. Kicsit még hagyd meg nekem, a kedvesem. Egy nap, két nap, nyolc nap, engedd át őt egy kicsit még nekem.
Hagyj még egy kis időt imádni őt. Időt még gyűjthetek emlékeket. Uram, igen, uram, engedd nekem megtöltenem életem. Meg nekem a kedvesem. 5 hét, 4 hét, 2 hét, ne nézz így rám, legyen csupán 1 hét. 1 hét imádni még, az is elég. Aztán, mit bánom én, jöhet a vég. Uram, igen, uram, tévedtem tán, de ha szeretsz, nagy ég, nekem csupán egyetlen perc.